Ezek a kísérleti parcellák gyulatanyán találhatók, szépen nőnek a növények még a tavalyi kedvezőtlen időjárás ellenére is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azonban a korábbi évek átlagaihoz képest jelentősen csökkentek az idei kalászos és repcetermő területek. Sok helyen be is szántották a tavaly elvetett silány minőségű repceföldeket. Az őszi vetésűek erre nem volt kedvező az időjárás, tavaly évben így csökkentek a területek. Összességében 7000 hektárra vetettünk őszi kalászost, és köztük a repcét is kevesebbet az átlagostól. Ez a repcénél körülbelül 2000 hektárral kevesebb. 7000 hektár körül szoktunk vetni minden évben, és most 5000 hektár körül van, és még a búza olyan, ami ilyen nagy arányban csökkent. 27000 hektár szoktunk elvetni, és most 22000 hektár körül van. Összességében ilyen 55000 hektár szoktunk vetni, és most egy ilyen 48-49000 hektár van az őszi kalászosokból. A gyulatanyai fajta kísérleti állomáson az időjárási károk elkerülése és a növényvédelem hatékonyságának növelése érdekében több parcellán is kísérleteket végeznek. A vizsgált szerekkel például a tavalyihoz hasonló aszályos évben is növelhető a terméshozam. Különböző hozamnövelő, termésnövelő szereket alkalmazunk a repcébe is, illetve a búzákba is. Ez úgy történik, hogy az adott cégek elhozzák, megmondják a technológiát, hogy hogy kell kipermetezni, mikor, milyen dózisba kipermetezzük, és hagyunk kontroll, azaz kezeletlen parcellát, és nyáron, mikor van a betakarítás, akkor bemérjük ugye mind a kettőt, és így a kettő közti különbségből adódik, hogy mennyivel többet terem így a hozamnövelővel kezelt terület. Illetve a lomtrágyáknak azért van jelentősége, hogy ebbe az évben is például így gyulladtanya március 8-án volt 15 mm csapadék, azóta semmi nem hullott, és a szemcsés formába kijutatott tápanyag nem oldódik, tehát nem tudja felvenni a növény a levélen keresztül, pedig egyből tudja hasznosítani. A rendezvényen a gazdák az éppen aktuális pályázati lehetőségekről és a legfontosabb határidőkről is tájékozódtak. A területi támogatás igénylés beadásának a határideje pillanatilag még május 17-e. Sajtóközleményben ugyan megjelent, hogy valószínűleg ez a határidő kitolása fog kerülni 23-áig, de még a rendelet nem jelent meg, tehát egyelőre én nem tudok másat mondani, csak azt, hogy május 17. Illetve a fagykár bejelentéssel kapcsolatban is a 27/2014-es FM rendelet nem került még módosításra, ami viszont a káresemény bekövetkezése utáni 15 napon belüli bejelentési kötelezettséget írja elő a termelők részére. Kovács Lajos elmondta, folytatódik többek között a kertészeti és az ültetvénytelepítési pályázatok, a gombaházak, gyógynövénytermesztők és az élelmiszeripari feldolgozók támogatási igényeinek beadása is.